Tartós élelmiszerekből álló csomagot kaptak a vásárhelyi közfoglalkoztatottak. A híradót látják. Jó estét kívánok! 4000 forint értékű ajándékcsomagot kapnak idén a közfoglalkoztatásban résztvevők Hódmezővásárhelyen. Ilyen módon is igyekszik a város elismerni a mintegy 800 fő egész éves munkáját. A kedvezményezettek a karácsonyi meglepetést ma a Balogh-Imsi sportcsarnokban vehették át. Az elmúlt 5 év során az önkormányzat mindig fontosnak tartotta a közfoglalkoztatottak megajándékozását karácsony előtt. Ez a szokás idén sem maradt el. Az érintettek csomagjaikat a Balogh-Imsi sportcsarnokban vehették át. Az osztásból dr. Kószó Péter alpolgármester is kivette részét, hiszen több száz adománynak kellett itt gazdára találnia. 800 fő volt 2015-ben, aki részt vett a közmunkaprogramokban. Én azt gondolom, hogy sok vásárhelyi megelégedésére szolgál az, hogy városunk ilyen szép, tiszta, az, hogy a csapadék elvezető árkok ki vannak rendesen tisztítva, ez mind-mind azoknak a közmunkásoknak köszönhető, akik ezekben a programokban részt vesznek. És még egy dolog, hogy alkotó munkát is végeznek, hiszen az utcabútorokat ők gyártják. Ezzel az egyenként 4000 forint értékű ajándékcsomaggal köszönte meg az önkormányzat a közfoglalkoztatottak egész éves munkáját. A doboz tartós élelmiszereket tartalmaz, többek között cukrot, lisztet, tésztát és konzerveket. A csomag tartalmát egyből a táskába pakoló férfi szerint ezekre az alapanyagokra különösen az ünnepek idején nagy szükség van. Ahogy a más is örömmel vett át saját részét. Ilyen ritkán van, meg vannak rászoruló emberek, kint dolgozunk utcán télen-nyáron, és azért, hogy mondjam, akinek így több gyereke van, meg egyedülálló, az annak nagyon sokat jelent. És ezért örülünk neki. És nagyon szépen köszönjük, és boldog karácsonyt kívánok. Az önkormányzat az ajándékokra összesen 3.200.000 forintot költött saját forrásából. Akik a mai napon nem tudtak elmenni a Balogh-Imsi sportcsarnokba, azok a csomagokat a következő napokban a polgármesteri hivatalban vehetik át. Napokon belül minden 70 éven felüli megkapja a város karácsonyi ajándékutalványát. Az 5000 forintos támogatásokkal az elmúlt napokban Molnárné Kecskeméti Rita és Benkő Zsolt önkormányzati képviselők jártak házról házra. A kertvárosban a Takács házas pár már tavaly is kapott a támogatásból, az idén is felkereste őket Molnárné Kecskeméti Rita önkormányzati képviselő. Nagyon szépen köszönjük, inkább ajándékra unoka, meg gyerekek. Hát most például csomagot küldünk a fiamnak kint Írországba, mert nem tud hazajönni, és erre nagy hajó. Szóval önnekik nem 2 forint az úti költség ide meg vissza. Készítünk nekik egy csomagot. Somogyi Mihályné is nemrégiben vette át az utalványt a képviselőnőtől. Nagyra értékelem. És hát, hogy mire költjük, nem panaszkodhatunk, de örülünk neki. Áldott békés karácsonyt kívánok! Jó egészséget! Mindenkinek! Molnárné Kecskeméti Rita a héten szinte mindenhová eljuttatta az önkormányzat támogatását, körbejárta a körzetét. A 800 számú választókörzetben közel 600 főhöz juttatjuk el ezeket a kis utalványokat. Minden utcában jártunk már, néhány helyen nem voltak otthon, ott egy kis tájékoztató lapocskát tudtunk bedobni, ahol megtalálják az én elérhetőségemet, és ha még nálam van a jegy, akkor én nagyon szívesen visszaviszem, illetve január első hetétől pedig az önkormányzatnál átvehetik ezeket a jegyeket. Benkő Zsolt a külterületen és a kertváros egy részében a 10-es számú választókerületben több mint 500 utalványt juttatott el az érintetteknek. Ma a Csomorkány út mentén található tanyákban járt. Az elmúlt 3 hétben sikerült a külteret nagy részét saját magam bejárni annak érdekében, hogy személyesen át tudjam adni ezeket az utalványokat. Mindenütt nagyon szívesen fogadták az ember, természetesen örülnek ennek a nem várt ajándéknak, és mindenütt hálás szívvel fogadták és megköszönték. Én úgy gondolom, hogy
mindenki, aki 70 év fölötti örömmel veszi, de kimondottan azok, akik alacsony nyugdíjból élnek, és ez a külterületen egyébként is jellemző, hogy olyanok laknak tanyákban, akik esetlegesen a TSZ-ekben, állami gazdaságban dolgoztak és alacsony nyugdíjjal rendelkeznek, és ezért nagyon fontos számukra ez az 5000 forintos utalvány. Benkő Zsolt reményei szerint legkésőbb jövő hét hétfőig mindenhová eljut az ajándékutalványokkal. Még a múlt évben a választási kampányban egy helyi rendeletre hivatkozva 66 darab plakát engedély nélküli kihelyezéséért határozatonként 3000 forintra bírságolta a Hódmezővásárhely önkormányzata a helyi Jobbik alapszervezetét. A Jobbik ezt nem fogadta el, bírósághoz fordult. Még februárban a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a per tárgyalását felfüggesztette. Majd ugyanezt tette a Kúria önkormányzati tanácsa ez év májusában. Az ügy jelenleg az Alkotmánybíróság előtt van. Ezzel kapcsolatban ma délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Jobbik helyi szervezete. A közigazgatási bíróság határozatából Szabó Pál, a Jobbik önkormányzati képviselője ismertetett néhány bekezdést, amely szerint az ügy joghézagra, az önkormányzatokról szóló törvény alkotta, túl tág keretek okozta problémákra, valamint a helyi közgyűlések rossz rendeletalkotási gyakorlata okozott. Ennek a bírósági döntésnek vannak konkrétabb szabályai, és itt már nem az önkormányzati törvénnyel való összeütközés, meg annak az alkotmányos aggályait emeli ki, hanem a választási eljárásokról szóló konkrét részletszabályokat, annak is egészen pontosan a 144. szakaszának a rendelkezését, ami a választási plakátok elhelyezésének módjával és rendjével foglalkozik. Természetesen az üggyel kapcsolatban megkerestük Hódmezővásárhely címzetes főjegyzőjét, aki elmondta, valóban létezett egy kettős szabályozás, ezért a helyi rendelet egy bekezdését megszüntették. Azonban a per nem erről folyik. Hódmezővásárhelyen a választási eljárásról szóló törvény értelmében rendeletben lehet szabályozni, hogy melyek azok az épületek, építmények, ahová csak engedéllyel lehet kitenni választási plakátot is, és a Jobbik ezt figyelmen kívül hagyva engedély nélkül plakátolta ki az összes busz megállót. Dombi Kis László, a Jobbik helyi szervezetének az elnöke szerint Hódmezővásárhelyi jegyzője visszavonta a bíróságon azt a 66 határozatot, amely miatt az eljárás elkezdődött. Ezért november 9-i napjával 30 napos haladékot kérve a bíróságtól, ezeket a határozatokat visszavonta. A határozatok több mint egy évvel ezelőtt készültek, és az eljárási törvény pedig nem teszi lehetővé a közigazgatási szervnek, hogy ha egy évet meghaladó a meghozott határozat, hogy a saját hatáskörbe módosítsa vagy visszavonja. Azt a helyi rendeletet, amelynek kapcsán Szabó Pál joghézagra és annak következtében a helyi közgyűlések rossz rendeletalkotási gyakorlatára hivatkozott, 2013. február 5-én 13 egyhangú szavazattal alkotott meg Hódmezővásárhely megyejogú város közgyűlése. A rendeletet természetesen a Jobbik két képviselője, Molnár Lászlóné és Balog Norbert is megszavazták. Mezővári iskolája számára gyűjtött adományt a Németh László Gimnázium és Általános Iskola diáksága. A vásárhelyi gyerekek összesen 220 ezer forint értékű támogatást vittek a kárpátaljai intézmény számára. A fiatalok tapasztalatairól rendhagyó óra keretében számoltak be az Emlékpontban. Vásárhelyi középiskolásait ma rendhagyó tanórára várták az Emlékpont konferencia termébe, ahol a Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulói meséltek Mezőváriban töltött napjaikról. 30 helyi diák a kormány Határtalanul programjának keretében kapcsolatba lépett a kárpátaljai település középiskolájával, azért, hogy adományt juttassanak el az intézménynek, amelyet saját maguk gyűjtöttek a határon túli fiatalok megsegítése érdekében. Ez úgy zajlott, hogy rendeztünk egy jótékonysági koncertet, aminek a bevételeiből befolyt összeget ezt erre fordítottuk, valamint papírt is gyűjtöttünk, az iskola papírgyűjtése is felajánlotta a befolyt összeget, és magánszemélyek is adakoztak, és így összesen 220 ezer forint gyűjt össze, amiből kint vettünk nekik nyomtatót, nyomtatópatront, nyomtatópapírt, írószereket, füzeteket, könyveket, ilyesmit. Rakoncai Kitti szerint a határt átlépve tapintható volt, milyen nehéz körülmények között élnek az ottaniak. Összesen 4 napot töltöttek kint a helyi fiatalok. Amikor az iskolában órákat látogattunk, első és második órában körbevittük a plüssállatokat az alsós diákok között, és rajtuk láttuk azt, hogy mennyire sokat számít nekik.
nekik ez az apróság is, és nagyon boldogok voltak, és ugyanez volt például a nyomtatónak, nagyon-nagyon örültek ugye az iskola, mert nem volt nyomtatójuk, úgyhogy tudjuk, hogy jó helyre került az adomány. A Vásárhelyi Gimnázium tudatosan kereste a kapcsolatot Mezővárival, hiszen városunk egyébként is sokban támogatja a kárpátaljai település magyarságát. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Egyrészt az, hogy a gyerekek érezzék azt, hogy itt a Kárpát-medencében nagyon sokan vagyunk még mi magyarok, akik összetartozunk, és a határok azok valószínűleg nem megváltoztathatatlanok, de talán föloldhatók, és a határtalanul programnak is ez a célja, hogy ezek a határok a lelkünkben, a gátlásainkban föloldódjanak, és igazán érezzük az összetartozásunkat. A program keretében a vásárhelyi diákokat kárpátaljai családok látták vendégül utazásuk idején, majd a határon túli fiatalok töltöttek pár napot Vásárhelyen. Játékokkal teli ajándékcsomagokkal felpakolva érkeztek ma az Aranyosi Ágoston református óvodába a Hódmezővásárhelyi vízilabda sportklub tagjai. A szakosztályban sportolók adományaikkal lepték meg a sajátos nevelési igényű gyerekeket karácsony közelettével. Boldog, békés, áldott karácsony mindenkinek! Önfeledt örömmel fogadták a Hódmezővásárhelyi vízilabda sportklub adományait az Aranyosi Ágoston református óvodába járó gyerekek. Plüssállatkák, társas és logikai játékok, kisautók, kirakók kerültek elő a hatalmas dobozokból. Az ajándékokat azonnal szétkapkodták a gyerekek. Egy hónappal ezelőtt kezdődött ez a szervezkedés nálunk az egyesületnél. Az apropó az egyértelmű, nyilván a karácsony. Mi mindig megmozdott mindenkiben valami pozitív, meg jó dolgot. Az intézmény választás az tulajdonképpen nyilván a személyes ismerettségek okán alakult, mert itt az óvodai csoportban dolgozik olyan, akinek a házastársa az egyesületnél is, meg egyébként is kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy olyan gyerekek, akik úgyis rászorulók, hogy ő rajtuk segítsünk. Az intézményben 20 sajátos nevelési igényű óvodás jár. Van közöttük érzékszervi, értelmi és mozgássérült gyermek, de sok a picik között az autista is. Ezek a játékok most ilyenkor karácsonykor nyilvánvaló újdonságnak számítanak, de ahogy én elnéztem, nagyon sok fejlesztő játék van a csomagban, és azt egész évben nagyon-nagyon célirányosan is tudjuk majd használni a gyerekeknek. Az ajándékcsomagok felbontásánál együtt volt minden kis gyermek. Az intézmény két óvoda csoportja a tanévben arányosan osztozik majd a játékokon. Mozizom címmel nyert pályázatot a Klauzá Gábor általános iskola, ahol 20 fős gyermekcsapat kap betekintést a tánc és operatőri kihívások kulisszái mögé. A részletekről a pályázat mai nyitónapján kaptak bővebb tájékoztatást a szülők és a gyerekek is. A Klauzá Gábor általános iskola nyerte el a Mozizom című pályázatot, melynek ötletgazdája Fekete Olga és Ungor Edina, az intézmény tanárai. Ennek a lehetőségnek köszönhetően 20 gyermek vizuális és testi mozgásérzékelés kompetencia területén fejlődhet. A mai nap kaptak a gyerekek és a szülők is bővebb tájékoztatást a projektről. Két szál, amin fut a mai pályázatunk. Az egyik csapatból, ami 10 gyermeket érint, operatőröket képezünk, a másik csapat, ami úgy szintén 10 gyermeket érint, pedig táncművészeket fogunk képezni. Nagyon sok programra, nagyon sok utazást bele tudtunk építeni a pályázatba, és különböző szakemberek segítségével is tudunk dolgozni. Több napos kiránduláson is részt vesz a csapat, ahol betekintést nyerhetnek a tánc és a filmezés világába, de ezt megelőzi iskolai keretek között egy 26 órás elméleti oktatás. A mai pörgő és digitális világban a gyerekeket nagyon-nagyon érdekli ez a fajta megnyilvánulás, és ugye azt szerettük volna, hogyha tényleg azt tanulják meg, hogy amire figyelni kell, hogy nem csak ami nekem tetszik, azt veszem fel, hanem azt hogyan világosítom, melyik részletet kell megismerni, és mindenre odafigyelve. És a másik, ami ugye nagyon foglalkoztatja őket, a tánc, az állandó mozgás. És ugye ezt is egy kis keretek közé idézőjelben beszorítva, ahol többet tudnak meg, mert úgy gondolkoztunk, hogy a tánc alapjaiból építjük fel majd a legvégére a hip-hop produkciót. A pályázat lezárásaként a táncos gyerekek fellépnek egy gála műsorban, ahol a kis operatőrök felveszik, majd ebből készanyagot készítenek.
Az alföldi bűntörténelembe kaphattak bepillantást az érdeklődők azon az író-olvasó találkozón, ahol Bátyi Zoltán munkássága elevenedett meg. A szerző legújabb könyve a Hóhércsárdás címet kapta, és olyan emberek mesélnek életükről, akik ezt korábban még sehol máshol nem tették meg. Bátyi Zoltánnal az olvasók legutóbb a Németh László városi könyvtárban találkozhattak. Az apropót az adta, hogy a szerzőnek most jelent meg Hóhércsárdás című regénye, amely szervesen illeszkedik abba a sorozatba, amely a délalföldi bűnözés történetével foglalkozik. A vásárhelyek is jól ismerhetik korábbi munkáit, amelyek Marinkó, avagy a Halál zsoldosa, illetve Életfogytiglant címmel jelentek meg. Elég széles palettáját mutatnak be annak a világnak, amiről általában a maga mélységében nem szoktak beszélni az emberek. Mindenkinek van valami ismerete róla. Sajnos az a legnagyobb bajom, hogy az emberek legtöbbsége csak búvársajtóból értesül ezekről a bűncselekményekről. Nem kapnak pontos képet, és nekem az volt a célom, hogy valamennyire pontos képet tudjak erről a világról nyújtani, de ne legyen nagyon tudományoskodó. Bátyi Zoltán eredeti foglalkozása jogász, utána lett újságíró. Dolgozott többek között a Csongrád megyei Hírlapnál, a Délvilágnál, 2003-tól pedig a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára. Így napi szinten szembesül az élet negatív oldalával, az éppen aktuális büntettekkel. A téma iránti érzékenységét mutatja, hogy legújabb könyve előtt is alapos kutató munkát végzett. Például a modern technika segítségével sikerült rábukkannia a Csillagbörtön egy korábbi börtönőrére, aki a halálra ítélteket kísérte utolsó útjukra. Olyan történeteket mesélt el, és akkor már nem csak a kivégzésekről, hanem arról, hogy a rabok egymás között hogy bánnak a másikkal, mik azok a bűncselekmények, amit még a rabok is elítélnek. Ő mesélt arról, hogy például a gyerekgyilkosokkal, hogy bánik egy fegyházi közösség. Tehát teljes mértékben megnyílt ez az ember, és ezt sehol nem lehet megtalálni, csak ebben a könyvben. Bátyi Zoltán szerint ezek a történetek cáfolni tudják azt az általános nézetet, miszerint a rabok nagy kényelemben élnek és csak tévét néznek, hiszen a fegyházak falai között sajátos élet zajlik. A könyvbemutatón a szerzővel Égető Gyula, a Rádió 7 és a Promenád.hu szerkesztőség vezetője beszélgetett. A híradó végén munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Éjszaka is folytatódik a borongós, párás idő. A déli eszél gyenge marad. A hajnali órák hőmérséklete fagypont körül, vagy kevéssel a fölött alakul. Szombaton is a már megszokott arcát mutatja időjárásunk. A borongós, párás időben 4 és 5 Celsius fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők.